Új emlékhelyet avatta Görömbölyön. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából átadott alkotás avatását a megemlékezéssel együtt tartották, ahol a görömbölyi általános iskolások adtak műsort. A megemlékezés ökumenikus istentisztelettel kezdődött Görömbölyön. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a megyei levéltár igazgatója mondott beszédet. 56 nem egy pesti forradalom volt, 56 egy ország forradalma volt, ahol a vidék legalább annyira fontos volt, mint a harcoló főváros. A görömbölyi református templom után az istentiszteletet követően a megemlékezők a görömbölyi művelődési házhoz mentek. Aléten elver a puszta föld. A görömbölyi általános iskola 7. osztályos tanulóinak ünnepi műsora után a művelődési ház udvarán a város része egy újabb emlékművel gyarapodott. Az alkotást a terület önkormányzati képviselője Ignác Dávid jegyző közreműködésével leplezte le. Régóta adósai voltunk, és most a 66. évforduló megtörtént ez is, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének tiszteletére egy új, szimbolikus emlékmű kerül mai napon avatásra. Felidézném, hogy 1998-ban ugyancsak a görömbölyiek civil közössége emelt egy kopjafát az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére, ami mind eddig nemzeti ünnepeink koszorúzó helye is volt. Borkuti László hozzátette, az emlékmű kialakítása felidézi a kort. A bazalt kövek az utcát, a vakolatlan fal a világháború utáni éveket, a harckocsi lánctalpának láncszemei pedig az utcai harcok maradványait. Az avató ünnepség végén a résztvevők koszorúkat és virágokat helyeztek el az új emlékműnél.